Sokszor elhangzott az elmúlt hónapokban, nehéz évet zárt a mezőgazdaság. A termelésben visszaesés volt tapasztalható, köszönhetően elsősorban az időjárási és az állategészségügyi problémáknak. A Központi Statisztikai Hivatal március elején adta ki friss becslését, amely szerint 2,2%-kal csökkent a mezőgazdasági termelés 2020-ban az előző évjáron. Folyóáron viszont a 7,2%-os áremelkedés jóvoltából majdnem 5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Mint az Agrárkamara megyei elnökétől megtudtuk, a folyamat az országos átlaghoz hasonlóan zajlott le Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Hiába volt kisebb a termelés, mivel az árak pozitív irányba mozdultak el, nagyobb jövedelemhez juttatták mind az állattartással, mind a növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodókat. Összességében úgy gondolom, főleg a vegyes gazdálkodást folytatók egy olyan évet zártak a tavalyi évben, a külső körülményekről nem is beszélve, úgy, hogy azért keletkeztek egy kis piaci zavarok is. Vannak olyan termékek, amik áruházakba szállítottak be, illetve olyan konyhákba vagy éttermekbe, akik a járvány miatt nem üzemeltek. Nyilván ennek a hatásait érzik, de nem sújtotta a mezőgazdaságot olyan mértékben ez a járvány, mint azért hallani sok más ágazatról. Az előzetes adatok szerint a teljes mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat tavaly a bruttó hazai termék, vagyis a GDP 3,5%-át adta. A növénytermesztési ágazat összes termékcsoportjának termelése csökkent, ami alól csak néhány növényfajta jelent kivételt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a napraforgó, a kukorica és a repce értékesítésével elégedettek lehettek a gazdálkodók, és az idei évre is jónak ígérkeznek a kilátások. Most a 2021-es évre, ha előtekintünk, és azt látjuk, vagy halljuk, hogy 140 ezer forintért kötnének napraforgót, azért ilyen vetési időszakban én nem emlékszek ilyenre, pedig nem vagyok fiatalember, vagy 5200 forintért kötnének kukoricát, ez a 2021 éves kedvet vagy lendületet, én azt gondolom, hogy inspirál bennünket arra, hogy megadjunk a növényeknek már itt a vetés környékén, és úgy készítjük elő a talajokat, hogy azért most olyan árat fognak értek kapni, bár az időjárás itt nagyban befolyásol mindent, de most megéri foglalkozni azokkal a kultúrákkal, aki mire van elkötelezve vagy beállva. A szakember reményei szerint az időjárás is kedvező lesz az említett kultúrákhoz, mivel jelentős termésmennyiségnek is lesz piaca.